mindenkit, ez a szokásos videóelemzésem, mint megszokhattátok, mindig aktuális ügyekkel foglalkozunk a videolemzés keretében. Ez most sem lesz másként, és ugye az elmúlt napok, sőt az elmúlt órák eseményei azok hát eléggé felpörögtek, tehát fogalmazhatunk úgy is, hogy lényegében óráról órára, órára egyre több hírlát napvilágot, az úgynevezett jogállamisági mechanizmussal kapcsolatosan, és a lengyel magyar vétóval kapcsolatosan. Ezért is az a címe a mai videólemzésnek, hogy meg akarják osztani a magyar lengyel szövetséget, hiszen csak az elmúlt órákban számos olyan hírlátott napvilágot Brüsszelből amelyet, hogyha egy gyomultan olvasó olvas el, akkor úgy tűnik, hogy felbomlott a magyar-lengyel együttműködés, és most már Magyarország magár maradt. Természetesen, mint ezt más hírek kapcsán is megszokhattuk, ez korán sincs így, sokkal árnyaltabb és sokkal összetettebb az a kérdés, az az ügy, amit jelenleg az uniós költségvetés és az úgynevezett helyreállítási alap kapcsán láthatunk. Induljunk ki abból, hogy felgyorsultak az események, hiszen jövő hét hétfőn nagyköveti szinten, tehát alacsonyabb szinten, mint a tagállami vezetők, meg kell állapodni ahhoz, hogy ezt követően a következő uniós csúcson, ami jövő hét csütörtökön kezdődik, Tető alá tudjanak hozni egy megállapodást a tagállamoknak a vezetői. Mivel sürget az idő, ezért egyre több megosztási próbálkozás van a Magyar-Lengyel Szövetséget illetően. Egyre inkább érzik Brüsszelben azt, hogy nagyon sürgető nekik az, hogy ez a megállapodás megszülesse. Ezért akár még a mai napon is számtalan nyilatkozat, hír jelenhet meg a tárgyalásokkal kapcsolatosan. Jövő hét hétfőig kell valamilyen megalapodást tető alá hozni. Ezért azt látni kell, hogy a megosztási kísérleteknek van egy olyan dimenziója is, amit a szájerügy kapcsán sokan pedzegettek az elmúlt napokban a sajtóban. Nem kormánypárti sajtótermékek vagy kormánypárti véleményvezérek fogalmazták meg először azt a lehetőséget, hogy itt egy titkosszolgálati akcióról van szó. Jól nézszem, talán a HVG-ben írtak először erről nagyon részletesen. Nagyon sok jel arra utal, hogy például a szájerügy kapcsán egy titkosszolgálati akcióról lehetett szó, és ez is beleillik abba a törekvésbe, hogy Magyarországot és Lengyelországot eltántorítsák attól, hogy ragaszkodjon a nemzeti szuverenitásához, ragaszkodjon ahhoz, hogy a bevándorláspolitikai és különféle politikai kéréseket ne kössenek össze a az uniós források kifizetésével, és ne azt azt úgynevezett jogállamisági mechanizmusnak. Tehát ezzel lent tiltakozik a magyar kormány a lengyelekkel szövetségben, és nagyon sok olyan nyomásgyakorlási eszköz van, amelyet bevetnek Brüsszelben, illetve a Némes Soros elnökség részéről, hogy megosszák ezt a két országot. Azonban az kijelenthető, hogy a szájerügy hatására, erről tanúskodik Orbán Viktornak a reggeli rádió interjúja is, egyáltalán nem puhult Magyarországnak az álláspontja, sőt, a miniszterelnöknek a politikai életútját ismerve az ilyen próbálkozások, megosztási kísérletek még eltökéltebbé teszik annak érdekében, hogy képviselje Magyarország érdekeit a brüsszeli tárgyalások és viták során. A megosztási kísérletek közé tartozik az, hogy például a német soros elnökség külön javaslatokat tesz Lengyország és Magyarország számára. Ugye a tegnapi sajtóhír az korábban is kiszivárgott, hogy a németek valamilyen új javaslatra hát fognak majd, új javaslatot fognak majd bejelenteni a nyilvánosságban. ezért nem következett be, tehát a sajtó ezt a német soros elnökség által megfogalmazott javaslatot nem kapta meg, nem látta, de a lengyeleknek, a lengyel miniszter helyett, miniszterelnök helyettesnek a nyilatkozatából arra lehet következtetni, hogy a német soros elnökség a lengyelekkel külön igyekezett tárgyalni, és külön javaslatokat tettek számukra annak érdekében, hogy például Lengyelország Elálljon a vétótól, és Magyarország magára maradjon, hiszen tudják nagyon jól, hogy ha valamelyik ország, Lengyelország vagy Magyarország föladja az álláspontját, eltekint a vétótól, akkor már a másik ország sem tud olyan erősen ellenállni a brüsszeli törekvéseknek, mint közösen, szövetségben. Ezért is érdekes Jaroszláv Govin, lengyel miniszterelnök helyettesnek a tegnapi nyilatkozata, aki arról beszélt, hogy valamilyen nyilatkozattal, amit Brüsszelben elfogad mind a 27 tagállamnak a vezetője, azzal el tudnák fogadni a 7 éves uniós költségvetési ciklust és a helyreállítási alapot, és eltekintenének a vétótól. Azt hozzá kell tenni, hogy ez a miniszterelnök helyettes, nem a nagy lengyel kormánypártnak, tehát a Kaczynski által vezetett pisznek a tagja, hanem egy nagyon kicsi koalíciós partnerpártnak a politikusa. Ráadásul ez a politikus több alkalommal is azt a hát nézetét fejtette ki a nyilvánosságban, hogy ő például nem ért egyet a lengyel vétóval. Tehát ennek a miniszterelnök helyettesnek a nyilatkozata, ez nem mérvadó teljes mértékben, nem tekinthető a lengyel miniszterelnök vagy a lengyel kormánynak a hivatalos álláspontjának. Ráadásul, ahogy Orbán Viktor is beszélt erről reggel a Kossuth Rádióban, a lengyel miniszterelnök és Orbán Viktor a múlt héten kötött egy olyan megállapodást, amely arról is szól, hogy sem Lengyelország nem fogad el olyan megállapodást, ami Magyarország számára elfogadhatatlan, és ez fordítva is igaz, tehát Magyarország sem fog belemenni olyan egyességbe, amibe például Lengyelország nem menne bele. ez egy világos megállapodás, tehát bármit is mondhatott például tegnap ez a miniszterelnök helyettes, aki még egyszer hangsúlyozom, nem is a pisz a tagja, ráadásul a vétóval ő már korábban sem értett egyet, tehát bármit is mondhat, ez nem írja felül a magyar kormányfő és a lengyel kormányfőnek a múlteti megalapodását, az továbbra is érvényben van, ezért a tárgyalások tovább folynak, tovább folynak az alkudozások, és az ilyen nyilatkozatoknak a felnagyítása is abba az eszköztárba illik bele, amiről az előbb is beszéltem, hogy igyekeznek megosztani a Magyar-Lengyel Szövetséget, azonban ez várhatóan reményeink szerint nem fog sikerülni, és közösen fogják tudni az elkövetkezendő napokban, órákban is képviselni azt az álláspontot, amit a múlt heti nyilatkozatukban lefektettek. Ez pedig arról szól, amiről már mi is beszéltünk korábban erről a, ebben a videóelemzésben, illetve én is beszéltem különböző sajtótermékeknek, hogy Magyarország és Lengyország elutasítja azt, hogy mindenféle politikai feltételekhez, vagy politikai zsaroláshoz kössék az uniós forrásoknak a kifizetését. Miről van szó? Az eredeti brüsszeli javaslat szerint, hogyha például az Európai Tanácsban, tehát a tagállamoknak a vezetői, politikusok minősített többsége úgy döntene, hogy szerintük valamelyik tagállam nem jogállam, akkor erre hivatkozva fel tudnánk függeszteni az uniós forrásoknak a kifizetését. Magyarán politikusok politikai motivációk alapján tönthetnének jogállamisági kérdésekben, tehát ez lényegében a jogállamisági felfogása jogállamnak a megcsúfolása lenne. Erre mond nemet Magyarország és Lengyelország, és azért van ugye itt jelentősége a bevándorláspolitikai brüsszeli törekvéseknek. Erről ugye a miniszterelnök is beszélt a reggeli rádióinterjújában, mert november 24-én az Európai Bizottság benyújtott egy olyan migrációról szóló cselekvési tervet, amelyben gyakorlatilag több tízmillió migránsnak adnák meg az állampolgárságot, politikai jogokat adnának nekik, és a többségi egyébként már régi állampolgárokhoz hasonló Jogokat biztosítanának nekik. És ugye erre utal a miniszterelnök is, hogyha ellene fogadva ez az úgynevezett jogállamisági mechanizmus, amelyben a tagállami kormányunknak a minősített többsége el tudna ítélni egy tagállamot, tehát tudna zsarolni politikai motivációk alapján, akkor könnyen elképzelhető az, hogy az ilyenféle migrációs terveknek az elutasítása miatt például Magyarországot megvádolják, hogy nem jogállam, mert mondjuk a bevándorlóknak a jogait, amit Brüsszelbe meg akarnak adni, nem akarják biztosítani Magyarországon, és erre hivatkozva a tagállamoknak a minősített többsége elítélhetné Magyarországot, megvonhatnák az uniós forrásokat. Tehát erről beszél a miniszterelnök, hogy ezek a kettő dolognak az összekapcsolása elfogadhatatlan, megengedhetetlen, és nem lehet például migrációs vagy különféle politikai kéréseket összekötni jogállamisági vitákkal, és így az uniós forrásoknak a felhasználásával és kifizetésével. Ezért nagyon izgalmasak ezek a napok. A Legyen Magyar Szövetség erős, a jelek szerint kitartanak, és jól látszik, hogy Brüsszelben, már a látszatra sem figyelnek, hiszen ezzel az új migrációs cselekvési tervvel lényegében saját magukról rántják le rá a leplet, hogy amikor a lengyelek és a magyarok ellenállnak jogállamisági kérdésekben, akkor ők rögtön olyan terveket nyújtanak be, olyan elképzeléseket nyújtanak be, hogy a migránsok 10 millióinak adjanak politikai jogokat, állampolgárságot, ez elfogadhatatlan, és ezzel le Magyarország ki fog állni, legyen, milyen megoszt, bá, legyen bármilyen megosztási kísérlet ezzel kapcsolatosan. Még egy dolgot fontos kiemelni, nagyon sok olyan hír jelent meg az elmúlt napokban, Brüsszelben is nyilatkoznak arról, hogy igyekeznek megkerülni Magyarországot és Lengyelországot a különböző költségvetési források kérdésében, például így az uniós segélyalap kapcsán, ezt hozzá kell tenni, hogy a politikai kommunikáció szintjén nagyon jól hangzik az, hogy meg akarják kerülni a magyarokat és a lengyeleket. Ez akár a különféle baliberális sajtótermékekben jól is hangozhat, azonban ez nem ilyen egyszerű. Tehát, hogyha például a kormányközi alapon akarnak a 25 uniós tagállam valamilyen segélyalapot vagy hitelfelvételt végrehajtani, akkor az azzal jár egyebek mellett, hogy mindegyik 25 uniós államnak rögtön megugrik az államadósága, és azért ennek nagyon súlyos politikai kockázatai vannak, mert egy ilyen kormány közel alapon létrehozandó helyreállítási alap, segélyalap, az sokkal nehezebben lenne kivitelezhető, mint uniós szintéren. És ugye Orbán Viktor is a rádió interjújában, hogy viszont uniós szintéren Magyarország és Lengyelország nélkül nincsen jogi lehetőség arra, hogy egy ilyen helyreállítási alapot létrehozzanak, ezért lehet, hogy megosztási kísérletként jól hangzik a nyilvánosságban az, hogy meg akarják kerülni a magyarokat és a lengyeleket, de azért ennek lényegesen kisebb az esélye, mint ahogy azt egyébként egyes balibrális sajtótermékek állítják. Még egy dolgot hozzátennék, ez pedig az, hogy Angela Merkel ugye jövőre a tervek szerint, a tervei szerint visszavonul a politikai élettől, tehát neki most lényegében az a kérdés, hogy a Némes Soros elnökség vezetésével a politikai örökségét sikerül szépen normálisan lezárni, mint egy olyan politikusnak, aki tető alá hozott egy ilyen megalapodást. Tehát neki jelen pillanatban a politikai öröksége okán is már, hát fontos érdeke, fontos szempontja, hogy egy kompromisszumos megállapodást hát tető alá hozzon az Európai Unióban ezekben a kérdésekben. Tehát vélhetően ezekben az utolsó órákban, utolsó napokban az uniós csúcsot megelőzően a Némes Soros Elnökség és az Európai Bizottság Brüsszel is fog majd újabb javaslatokat letenni az asztalra, és várhatóan felajánlanak majd jogi garanciákat arra, hogy ezek a politikai nyomásgyakorlási kérdések, ügyek ne legyenek összekötve az uniós forrásokkal. Tehát mindenki hát, kövesse az eseményeket, nézzük, hogy mik a legfrissebb hírek. Semmi sincsen még eldőlve. A Lengyel és Magyar Szövetséget meg akarják osztani, ez jelenleg szerint nem sikerül. Orbán Vító is erre utalt, hogy a két kormányfő között kötött megállapodás az világos, egyértelmű, a két ország nem fog olyan döntésbe, megállapodásba belemenni, ami a másik számára elfogadhatatlan lenne. Angela Merkel törekszik a kompromisszumra, Brüsszel is egyre több olyan jel mutatkozik, hogy kompromisszumra akarnak törekedni. A magyar álláspont egyáltalán nem gyengült a szájerügy hatására, és ahogy mondtam, nem is lehet megkerülni lényegében a lengyel és magyar álláspontot, a, ezt a két országot, hiszen kormányközi alapom a alapnak a létrehozása sokkal nehezebb lenne, és sokkal nehezebb, sokkal komolyabb károkat okozna például az egyes országok államadóságát tekintve, és valószínűleg a fukar négyek egy ilyen megállapodásban nem mennének bele, tehát nem olyan könnyű megkerülni a magyarokat és a lengyeleket. Hát összefoglalva, erről beszéltem ebben a bő negyed órában. A Facebook oldalamon folyamatosan írom, közvetítem a legfrissebb híreket, legfrissebb eseményeket, és várhatóan jövő hétfőn azért már látni fogjuk, hogy a jövő csütörtökön kezdődő uniós csúcson, ahol már személyesen találkoznak a tagállamoknak a vezetői, hogy meg fognak -e állapodni, vagy nem, és át fog -e csúszni ez az egész kérdést kör a portugál, januárban kezdődő portugál soros elnökség idejére, ami egyébként nem lenne rossz Magyarországnak, hiszen a portugálok abban érdekeltek, hogy minél hamarabb megkapják ezeket az uniós forrásokat, tehát ők az ő elnökségük idején könnyen elképzelhető, hogy eltekintenének az úgynevezett jogállamisági mechanizmustól, tehát egyáltalán nem lenne katasztrófa az Magyarország számára, hogyha például most, decemberben nem lenne megállapodás, Januárban lényegesen könnyebb lenne például a portugálokkal megállapodni ebben a kérdésben. Köszönöm még egyszer a figyelmet, akkor mindenkinek ajánlom figyelmébe az intézeti Facebook oldalt, honlapot, követjük az eseményeket, és igyekszünk beszámolni a legújabb fejleményekről, az úgynevezett jogállamisági mechanizmusról szóló uniós viták kapcsán. Jövő héten, csütörtökön pedig uniós csúcs Európában mindenki erre fog majd figyelni, hogy ott lesz egy megállapodás. Erről is majd tudósítunk, illetve beszámolok videólemzésben a legfrissebb részletekről és eredményekről. Mindenki vigyázzon magára, további szép napot!